Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország, Svédország, illetve az Amerikai Egyesült Államok. Németországgal kezdünk. Ismét tüntetést szervezett Hamburgban a Muszlim Interaktív elnevezésű szélsőséges csoport. Nemrég nagy felháborodást váltott ki, hogy a szervezet egy németországi kalifátus létrehozását követelte. Kapcsolunk már is Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz a részletekért. Nos, a német igazságügyi miniszter szerint abszurd, de nem feltétlen bűncselekmény, ha iszlamista szervezetek egy kalifátus létrehozásáról beszélnek Németországban. Közben a belügyminiszter fokozott biztonsági intézkedéseket rendelt el. Hogyan zajlott a tüntetés? Jó reggelt kívánok! Valóban rövid időn belül második alkalommal szerveztek demonstrációt szélsőséges iszlamisták Hamburgban. Ugyanaz a szervező, a Muszlim Interaktív elnevezésű szervezet, csak hogy ezúttal kétszer annyian voltak, mint korábban, mint április végén, legalább 2300-an. Az elmúlt alkalommal nagy sajtóvisszhangot váltott ki, hogy a szélsőséges csoportok egy németországi kalifátus létrehozását szorgalmazták, éppen ezért most szigorú feltételekkel engedélyezték magát a megmozdulást. Ezeket a feltételeket, a szabályokat a rendezvény kezdetén német és arab nyelven is ismertették. Nem engedélyezték többek között, hogy a csoport felvonuljon, tehát egy helyben kellett megtartaniuk a rendezvényt. Nem engedélyezték, hogy a nők és a férfiak el különüljenek, különváljanak egymástól, illetőleg határozottan megtiltották erőszakot tartalmazó, uszító beszédek hangoztatását, többek között egy kalifátusnak a szorgalmazását. Gyakorlatilag, hogyha jobban megnézzük a tömeget, főként fiatal férfiak voltak jelen, kisebb számban a nők, többen közülük elfátyolozva úgynevezett nikábot viseltek, és nagyon sokan fehér és fekete táblákat tartottak a kezükben, cenzúrázva vagy betiltva felirattal. A szónok egyébként a szélsőséges iszlamista szervezet egyik vezetője, ő Németországot bírálta a beszédében, ez Németország 2024-ben fogalmazott, hiszen szerinte Németország mindig is arra volt büszke, hogy a vélemény nyilvánítása, szólás és vélemény szabadság gyakorlatilag létezik, a vélemény nyilvánítás szabadsága, és szerinte, tehát a szélsőséges iszlamisták szerint ez most már nem valósul meg, azért, mivel nekik most szigorú szabályok szerint volt csak szabad megtartaniuk ezt a rendezvényt. Gyakorlatilag több száz rendőr vigyázta a biztonságot, és ezúttal ellentüntetők is megjelentek. Korábban megszólalt egyébként egy török-kurd származású szakértő, Serhan Ates, aki maga is felhívta a figyelmet a kalifátus hangoztatásának a veszélyeire. Szerinte ez a 2020-ban megalakult szélsőséges szervezet, egyébként egy korábban betiltott szélsőséges szervezetnek az utód szervezete, azzal, hogy a kalifátus létrehozását szorgalmazza, kifejezetten a fiatalokat szeretné megszólítani, közösségi portálokon is jelen van, és szigorú bírálatokat fogalmaznak meg a nyugattal szemben, illetőleg gyakorlatilag próbálják a bűvkörükbe, hatókörükbe vonni a fiatalokat. Az elmúlt rendezvény, illetőleg a szombat délután megtartott rendezvény vezető politikusok körében is visszhangot váltott ki. Többek között a szövetségi igazságügyi miniszter is megszólalt. Ő valóban politikailag abszurdnak nevezte egy kalifátus létrehozásának a szorgalmazását, viszont arról is beszélt, hogy ez önmagában nem bűncselekmény akkor, hogyha nem irányul az alkotmány megdöntésére. Megszólalt a szövetségi belügyminiszter, aki tarthatatlannak, tűrhetetlennek nevezte az erőszak hangoztatását, a kalifátus létrehozásának szorgalmazását, éppen ezért rendelt el fokozott rendőri jelenlétet, de a legszigorúbb bírálatot a legnagyobb ellenzéki erőnek számító CDU fogalmazta meg. Ők gyakorlatilag nem is értik, hogy a vörös-zöld vezetés hogyan adhat egyáltalán engedélyt egy szélsőséges iszlamista tömegrendezvényre. Ezek a legfrissebbek tehát Németországból. Svédországgal folytatjuk.
A svéd köztelevízió beszámolója szerint számtalan tényező segíti az illegális bevándorlók által működtetett alvilági körök pénzügyi manővereit. Ezek részben a működésük fenntartására, másrészről hatalmas bevételeik tisztára mosására szolgálnak. További részletekért skandináviai tudósítónkhoz, Cser Attilához kapcsolunk. Nos, a hírek szerint a nagyobb bankok már nem vesznek át a bankfiókjaikban nagyobb összegű készpénzt, pláne ha azt külföldi számlákra akarná a befizető tovább utalni. Milyen más módszereket használnak a migrációs és egyéb alvilági bűnözés pénzügyi tranzakciói kapcsán, illetve mit tehet a hatóság ezek ellen? Köszöntök mindenkit! Érdekes tények terültek ki a svéd köztelevízió riportjából. A televízió munkatársai megpróbálták azokat a csatornákat pénzküldésre használni, amelyeket rendőrségi forrásokra hivatkozva szerintük a migrációs bandák használnak. A svéd bankok és az észak-európai bankok ténylegesen egyre kevesebb készpénzt akarnak átvenni bankfiókjaiba, illetve ha a pénz bekerült valakinek a bankszámlájára, és az mondjuk egy közel-keleti ország vagy egy afrikai ország irányába indulna el, akkor a bank jelzi ezt, illetve gyakran akár le is állíthatják ezt a banktranszfert. Viszont vannak kiskapuk. 1200 olyan ügynök van Svédországban, akik bankkártyáról vagy készpénzről bármikor indítanak olyan országokba tranzakciókat, amelyekkel a svéd bankoknak nincs szerződésük. Emellett vannak olyan pénzküldő szervezetek is, akik átvesznek pénzt, és nem kérdezik azt, hogy ki teszi be, ki kinek küldi, miért küldi, honnan származott az összeg. Azok a cégek, akik ezt a vizsgálatot mondjuk így a svéd televízió jóvoltából elszenvedték, ők természetesen titkolják azt, hogy ilyen szolgáltatást támogatnának vagy folytatnának. Emellett létezik még egy ősi rendszer, ami a közel-keletről, Dél-Ázsiából, illetve Kelet-Afrikából származik. Ez az úgynevezett havala rendszer. Ez egy olyan rendszer, ahol nincs is valószínűleg pénzmozgás, ez egy megbízáson, egy bizalmon alapuló pénzküldő rendszer ügynökök segítségével. Olyan országokban használják a világ fejletlenebb részein, ahol nincsenek is bankok, vagy nincs is olyan banki hálózat, amely pénzutalásokat tudna folytatni. Ezek értelmében azt jelezték a svéd televízió munkatársai, hogy hatalmas pénzek mozognak, az alvilág, a migrációs bandák és Svédországon kívüli, főként közel-kelet és afrikai helyszínek között. A rendőrségnek nagyon nehéz ezek után utána menni, különösen a havala rendszer esetében, ahol nem is biztosan tudják, hogy ki küldi a pénzt, vagy kinek küldi. Akkor tetten ér, hogyha véletlenül tetten érik a magát, az utaló szemét, akkor tudnak elindulni egy-egy nyomozással. A svédországi helyzetet ismerhettük meg, és nézzük meg, mi a helyzet a tengeren túlon. Közbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdés az illegális migráció az Amerikai Egyesült Államokban is. Jelenleg 6 millió eljárás van folyamatban olyanokkal szemben, akik illegálisan érkeztek az országba. Bírósági végzés alapján pedig több mint 1 millió embert kellene kitoloncolni, de a hatóságok nem teszik. Egy washingtoni konferencián szakértők és politikusok vitatták meg a texasi, illetve a déli határszakaszon kialakult válsághelyzetet. Nárai Balázs foglalta össze az elhangzottakat. Szakértők és politikusok keresték a választ arra a kérdésre, hogy milyen megoldásokat lehet hozni az amerikai határválságra, a texasi, illetve a déli határon kialakult helyzetre. Ez egy állandó és akut probléma az Egyesült Államokban, közbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdés, mondták a szakértők a Heritage Alapítvány, Heritage Foundation konferenciáján, aminek a címe az volt, hogy a határok biztosítása, valamint a biztonság fenntartása az amerikai emberek számára. Elhangzott többek között az, hogy gyakorlatilag jelenleg is 6 millió eljárás zajlik olyanokkal szemben, akik illegálisan jöttek be az országba, és 1,2 millió olyan ember van az országban, aki illegálisan érkezett, és ellenük bírósági határozat van, hogy ki kell őket toloncolni, mégsem teszik ezt meg a hatóságok. Emellett a szakértők számos példát soroltak megelőzhető bűncselekményekre, olyan emberek által elkövetett bűncselekményekre, akiknek nem lenne szabad itt lenniük az országban, mert illegálisan érkeztek,
őket őrizetben kellene tartani, letartóztatásban kellene tartani, illetve kitoloncolni az országból. Megszólalt az a konferencián Tom Homan, az amerikai bevándorlási hatóság korábbi vezetője, aki azt mondta, hogy ami most zajlik, az a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat és fenyegetés az Egyesült Államok számára. Hozzátette, hogy több mint 2 millió olyan ember van, akiről fogalmuk sincs a hatóságoknak, hogy hol vannak, kik ők, de arról tudnak, hogy bejöttek az országba. Emellett arról is beszéltek a szakértők, hogy jelenleg ebben a helyzetben az Egyesült Államok minden állama határállammá vált, ami azt jelenti, hogy szerte az Egyesült Államokban bűncselekményeket is követnek el olyanok, akik illegálisan érkeztek a határon át ide az Egyesült Államokba. Valamint megszólalt a konferencián Roger Marshall, Kansas államból szenátorként, aki azt mondta, hogy ebben a választásban, az idén novemberi választásokon meghatározó téma lesz a bevándorlás, az illegális bevándorlási helyzet. Annak ellenére is, hogy komoly megélhetési inflációs válsággal szembesülnek az amerikaiak a mindennapokban, vagy éppen a nagyvárosokban közbiztonsági problémák is vannak, akár itt az Egyesült Államokban. Arról is beszélt, hogy ez a kérdés, a bevándorlás, az illegális bevándorlás kérdése összekapcsolódik a kábítószercsempészettel, és hangsúlyozta, hogy egy rossz üzenet a Biden adminisztráció részéről, hogy pontosan most ezekben a hetekben, ebben az időszakban és ebben a helyzetben próbálja legálissá tenni, legalizálni a marihuána fogyasztását, hiszen ez egy folyamat, és több Egyesült Államokbeli szövetségi államban pedig teljesen legális ennek a kábítószernek a használata. De tulajdonképpen az egész konferencia végkövetkeztetése az volt, hogy a jelen legégetőbb határválságát, hogy gyakorlatilag szinte nyitva van a határ, vagy nagyon könnyen átjárható, már most nagyrészt megoldhatná Biden elnök azzal, hogy betartatja a hatóságokkal az Egyesült Államok törvénykönyveiben szereplő hatályos törvényeket és jogszabályokat. Mai migrációs körképünkben tehát Nárai Balázs foglalta össze az amerikai helyzetet, de ma megismerhettük a németországi és a svédországi állapotokat is. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük, név szerint Nol Katalinnak és Cser Attilának.